Sziasztok srácok! Ez egy ilyen beszélgetős jaguáros videó lesz, ugyanis még nem beszéltem arról, hogy mi a múltja a gépjárműnek, hogyan lett ez ilyen szép angol színű, és hogy a fenébe került Magyarországra, Angliából. Ugye ebben a videóban egy kis összefoglalót fogok nektek adni, hogy mi, mi volt a sorsa a kocsinak, mielőtt hozzám került volna. Kezdjük is az elején, hogyan lett ez az autó ilyen színes, és hogyan került Magyarországra. Ez az autó részt vett a tra Trans European Banger Odyssey nevű, um, hát hogyan mondjam, gyakorlatilag ágyugoló futamon, egy kis házi ágyugoló futama volt ez egy baráti társaságnak, és egy Simon A. Gibbons nevű úriemberé volt illetve ő, ő, festette át erre az angol zászlós témára, és 2010-ben az Amsterdam, Hannover, Prága, Pozsony és Budapest útvonalon jöttek vele végig. Gyakorlatilag ez, ez, egy Gamble 500 volt, csak kisebb és egy baráti társasággal. És hát minden egyes városban megálltak, bulisztak és mentek tovább. Facebook csoportjukban fönn vannak a képek, amiket most fogok mutatni nektek, tehát jöjjön először is a Jaguar teljes pompájába, amikor elkészült. One Union Jack Jaguar, or Jaguar. A bits of, yeah, a couple of bits of overspray. Yeah. But the chrome work looks good. Yeah. The spray. I think the Queen will be very happy when we present it to her later this month. In Germany, Budapest, here we come. And what's it all for? Charity. There you go. And what are you hoping to get for the car? Uh, if We sell it for a fifty quid. I'll be happy. Is that all? But the paint cost you 130. So would you buy a car that's been, been spray painted? <laughs> no. No. It looks quite good. Well i tell you what the 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 the, 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 the actual paint won't uh, the metal won't rust under the paint. There's enough of it. If you don't az autó. Én szeretném instead of a festést reprodukálni, hogyha egyszer festő lesz nagyon az autó, én, én, szeretném ugyanerre a, a Union Jack angol zászló tematikára visszahozni, csak hát ugye értelemszerűen nem lekoszlott, le, lekopott fényezéssel, hanem egy szép, friss, chillivili nagyon jó kinéző festéssel, mert szerintem ez, ez adja meg a karakterét az autónak, amúgy csak egy sima, egyszerű uh, metal bordó Jaguar lenne, de ez, ez, ez ad neki egy plusz, ez ad egy plusz uh, hát karakter gyakorlatilag. Pont úgy, mint a BMW-nél az, hogy össze-vissza van törve, és mégis megy. De nem, nem csak ez volt az egyetlen Jaguar a 2010-es ralliban, volt mellette még egy fekete, a Stagyuer, ami gyakorlatilag egy ilyen rednek Jaguar volt, matt fekete autó, az oldalára egyik hátsó ablakon egy mély nyomó volt, a másik hátsó ablakon meg kinézett egy ilyen kitömött őz. Tehát ez egy nagy fasz volt az az autó is. A legjobb tudomásom szerint az az autó már Romániában van. Aztán amikor megérkeztek Budapestre, eladták az autókat, tehát ahova éppen sikerült. Ezt az autót egy strip bar vette meg, és elméletben pár évig ez a Jaguar állt a strip bar előtt, mint figyelemfelkeltés. Na most hogy melyik volt ez a strip-tease bar, azt nem tudom. Tehát hogyha valaki jobban képbe van a pesti uh, nightclubokkal, akkor uh, kommentben esetleg várnám a megfejtést, hogy melyik striptease bár előtt állt a jaguárom egy darabig. Azonban később, most vagy az autó állapota miatt, ugye, hogy esetleg romlott, ugye, kint parkolt meg minden, vagy mert tönkrement a nightclub, vagy vagy mondjuk imist váltottak, vagy nem tudom. Lényeg az, hogy ez az autó elkerült onnan, méghozzá gyakorlatilag elszállítás cserébe hozzávágták egy trélereshez, akinek a kertjében 9 évig gyakorlatilag rohadt. Ez meg is látszik rajta, mert eléggé benőtte mindenféle fajta zöld növényzet. Időközben beszéltem a sráccal is, aki egyébként hirdette az autót. Hát úgy volt, hogy egy darabig, hogy, hogy megcsinálja magának, de aztán még se lett belőle semmi, aztán ezért lett viszonylag olcsón eladó. Hát nagyon rá voltam feszülve én is, hogy szerettem volna azért megszerezni magamnak, nem sikerült, de aztán elvitte egy srác aki történetesen amúgy megszerette volna a kispolszkit megvenni, úgyhogy ez így valahogy összeértek a szálak, és ebből lett az, hogy elcseréltem a Jaguárt egy kispolszkira. Tehát Pesten rohadt 9 évet, aztán átkerült egy nézőhöz, aztán átkerült hozzá, és a kispolszkinek a nézőhöz, és így igazából minőségi csere volt, egy picike autóért rengeteg autót kaptam tulajdonképpen. Szóval ez Dio a történet a Jaguárnak. Ahogy a szélvédőre is rá van írva, a 2010-es Trans European Banger Orduszi keretében végig hacknizták vele egész Európát, legalábbis így Kelet-Európát, aztán pár filére eladták Pesten egy strip bárnak. De mondom, nagyon kíváncsi, hogy melyik strip bár volt, úgyhogy anonim módon kérném nightclub látogató nézőimet, hogy ha esetleg valaki tudja, hogy melyik uh, klub előtt volt, vagy melyik klubnál volt, akkor írja már meg kommentben, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Sajnos nem találtam róla a képet. Lehet, hogy meg megvan, a neve a klubnak, akkor talán lesz róla a kép. És ez hát mindezek után nálam fog fogytódni a sorsa. Egyelőre parkoló pályán van, mivel uh, hát... Uh, jelenleg azért ülök kabátban a műhelyben is, meg hiába fűttök, áll, ha 9 fok van egyelőre itt benne, és már egy órája fűttök. Úgyhogy a pajtában jelenleg mínusz két fok van, én meg nem szeretnék mellé fagyni. Mert abban nincs olyan jó tartalom, hogy csapá fagyva ott kucorok az autó mellett, és anyázok. Ha bár lehet, hogy valakinek az is bejönne, de nekem annyira nem. Úgyhogy ennyi volt ez a kis mini videó, srácok, ezért is három és feledik epizódként van fönn. Amint lesznek kicsit jobb idők, amikor már lehet kényelmesebben nem túl megfázva szerelni, akkor mindenképpen folytatni fogom, higgyétek el, én is szeretnék már végre rendesen használni ezt az autót le kéne szervizelni, le kéne hegeszteni a difiét, és az már úgy kezdésnek megtenni. Megkapta már a nagy gumikat, még meg kéne hozzá emelni a karosszériát, mert egy picikét beleér mindenhol, és ott vannak még amúgy terveim vele, hogy mit, hogyan lehetne módosítani rajta, hogy még menőbb legyen, és még inkább egy ilyen terep, buggy, jaguar, valami legyen belőle. Csak ott, aki kényelmesen bőrülésből csapatos. Tehát na. Úgyhogy a következő Jaguáros videó majd tavasszal várható, addig is a következő videón találkozunk. És ez eddig a legérdekesebb sztoriú jármű, ami hozzám került. Úgyhogy ezt nehéz lesz majd überelni. Na, sziasztok!